Hát úgy kezdeném, hogy semmilyen új változás sem a jogszabályi környezetben, sem a gyakorlatban nincsen. Sajnos ugyanaz történt az idén is, és történik, de mi az elmúlt években, évtizedekben ebben a kérdésben történt. Előre bocsátanám, hogy a régi vadászati jogszabályok szerint is, a jelenleg hatályos vadászati jogszabályok szerint is a hullott agancs annak a vadászatra jogosítottnak a tulajdona, ahol éppen amelyik vadászterületen elhullajtott azt az a trófeás vad, tehát ez lehet ugye szarvas, dámszarvas, vagy az ősz, ami területeink. Ha nem vadászterületen hullajtottál, mert ilyen is előfordulhat, akkor pedig azért a vadászatra jogosítotté, ahonnét az a vad oda került. Tehát vélem eszülten a legközelebbi vadászterület vadászatra jogosítottjáé. Mert ugye mondjuk nem vadászterület a belterület, nem vadászterület az átkert, de ott is előfordulhat, éppen arra jár, akkor a szarvas is leesik a